Jó termésre számítanak, kedvező az időjárás a gabonáknak, de tárolási gondok lehetnek idén. Húsvéti hétvége, programkavalkáddal várják a látogatókat a Múzeumfaluban. Körúti karambol, két kis teherautó ütközött reggel a Nyíregyházi László utcán. Ideális volt a téli időjárás az ősszel elvetett kalászosok számára, éppen ezért jó termésre számítanak a gazdák. A termelők egy valami miatt aggódnak, hogy tudják-e hol tárolni terményeiket nyártól. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Augustinyi András, a gyulatanyai fajta kísérleti állomás vezetője elmondta, tavaly nagy mennyiségben érkezett ukrán gabona a vármegyébe, ezért tele vannak a raktárak, ami hátrányosan érinti a helyi gazdákat. Szerinte egyre sürgetőbb a kormány közbenjárása az ügyben. A növekvő őszi búzának is meg kellett küzdenie a viharos erejű széllel a hét közepén gyulatanyán. Az ezúttal korábban elvetett kalászosok szépen fejlődnek a földeken, főleg annak köszönhetően, hogy nem volt extrém hideg a tél, és csapadékból is volt elég október óta. A kalászosok leért a repcére, az időjárás tavaly jó volt, mivel szeptembertől egészen mostanában 300 mm csapadék volt télen. Az elmúlt egy-másfél hétben itt Gyulatanyán volt 28 mm, tehát az állomány szép, növények fejlettek, csak így ez az időjárás, ez most nagyon cudar. Annyit tudok elmondani, hogy ha nem jön semmi közben valami brutális időjárás, tehát a kalászosból jó termésre lehet számítani. Az ország legjelentősebb kalászos vetőmag előállítójának területi képviselője is megtekintette a cég gyulatanyán elültetett őszi búza és az árpa hibrid fajtáit. Szentesi László is úgy látja, hogy jók a kilátások, azt viszont csak remélni tudják, hogy a tavaszi vetésű kalászosoknak idén nem kell vízhiánnyal küzdeniük. Az látszik, hogy jobban indul a tavaszunk, mint a tavalyi évben. Több a feltöltő csapadék a talajba, tehát több eső esett az ősz és a tél a tavasz kezdete folyamán. Ez egy jó indulás, tehát látszik, hogy a növények is most megfelelő kondícióban vannak. Itt is megtörténtek a fejtrágyázások Andrásnál, tehát van miből induljanak a növények. A tavaszi vetésekhez is ez a talajállapot, ez a nedvességállapot most megfelelő, tehát valószínűleg a kukorica napraforgó vetései is jó állapotba fognak elindulni. Abba kell bíznunk, hogy nem a tavaly év következik be, hogy vetés után elfogy a csapadék. Bár a termés jó lehet, a gazdák attól tartanak, a felvásárlási ára várhatóan igencsak alacsony lesz az őszi búzának és az árpának. Ehhez pedig nagyban hozzájárul a tavalyi évben tömegesen importált ukrán gabona, ami miatt szinte nem maradt hely a magyar termény számára. Elég nagy probléma lesz, mivel ugye a raktárak tele vannak még ugye a tavalyi terményekkel, a gazdák ugye nem adták el bízván a jobb árakba, illetve hogy többet fognak kapni. Sajnos ez nem következett be, nem, hogy többet nem kapnak érte, hanem még jóval-jóval kevesebbet, de ennél még a rosszabb az, hogy nincsen semmi mozgása ezen a területen. A raktárak tele vannak áruval, és 3 hónap és lassan itt az árparratás. Augustinyi András hozzátette, szinte valamennyi gabonatermelő bízik benne, hogy a kormány idejében lép az ukrán gabona ügyében, és lesz hol tárolni a hazai terményt a június végi, július elejé betakarítás után. Bővítenék a csapadékvíz elvezető rendszert Nyírbogáton, emellett egy új óvodaépületet is szeretnének a városban. Ezekre a beruházásokra a szükséges helyi forrás biztosítja Nyírbogát idei költségvetése. Simonné Rizsák Ildikó Nyírbogát polgármestere elmondta, az önkormányzat több mint 3 milliárd forintos költségvetésből gazdálkodik 2023-ban. Már húsvéti hangulatban a városháza előtti terület Nyírbogáton. Az ünnep közeleg, az önkormányzatnak azonban ettől függetlenül is bőven van tennivalója a mindennapok során. Itt is komoly feladatot jelent az, hogy a lehető leggazdaságosabban üzemeltessék a település intézményeit. Év elején fogadta el a városvezetés a 2023-as költségvetést. Idén több mint 3 milliárd forintos főösszegből gazdálkodhat Nyírbogát, amellyel kapcsolatban Simonné Rizsák Ildikó polgármester elmondta, az összeg a korábbiakhoz képest nagynak tűnik, de a megnövekedett kiadások miatt erre szükség van. Próbáljuk nyomon követni, hogy honnan is származnak a magas havi energiaszámlák. Ez vonatkozik elsősorban nálunk a gázszámlákra.
A önkormányzatunk olyan szerencsés helyzetben van, hogy szinte minden intézményünkön napelem van, hogy az energiaárak viszonylag mérsékelték. A fűtést az idei évre, illetve a tavalyi évben már korszerűsítettük, ha ez korszerűsítésnek számít, hiszen mindenhol átálltunk a fatüzelésű fűtésre, ezzel a magas, igen magas gáz áraknak az emelkedését próbáltuk kivédeni. Önkormányzatokat sajnos az energiaválság jobban érinti, mint a lakosságot, hiszen a lakosság azon szerencsés helyzetben van, hogy ők a kötött kormány által garantált fogyasztói árakat fizetik, az önkormányzatok viszont az energiapiacról szerzik be közvetlenül az energiákat. Fejlesztések ugyanakkor idén is lesznek Nyírbogáton. Újra aszfaltozzák hamarosan a Rákóczi utcát, ahol a Magyar Falu programnak köszönhetően járdát is építenek. Európai Uniós támogatásból az óvoda is átalakul szinte teljes egészében. Lebontják a régi fő épületrészt, helyette újat építenek, így a meghagyott hátsó szárnyal együtt két csoportszobával bővül az intézmény. A csapadékvíz elvezető rendszer negyedik ütemének építése is ebben az évben valósul meg a városban. Szerencsésnek mondható, hogy nyertes top pluszos pályázatokat tudhatunk magunkénak, ezért is ilyen magas a költségvetési összegünk. Itt elsősorban az óvoda megújulására gondolok, egy új óvoda épülhet Nyírbogáton a területi operatív programnak köszönhetően, illetve több utat tudunk felújítani, és az idei évben is folytathatjuk a csapadékvíz elvezetésnek a rekonstrukcióját, a felújítását. Én azt gondolom, hogy az idei év a többi évhez hasonlóan munkával fog eltelni. A pályázatok megvalósítása már az elmúlt években is kihívást jelentett, részben az építőiparban tapasztalható árváltozások miatt, részben ugye megküzdeni a piaccal. Nem csak közintézmények és utak, hanem templomok is újulnak meg idén Nyírbogáton. Top turisztikai megnyert pályázatnak köszönhetően korszerűsítik a görögkatolikus templomot, melynek harangtornya egyben kilátóként is funkcionál a jövőben. Hamarosan pedig a református templomnál is megkezdődnek a munkálatok, ott az épület külsőt fejlesztik, csak nem 100 millió forintból. Csak nem 90 millió forinttal támogatja a nyári táborozókat Nyíregyháza önkormányzata, 3000 diák töltheti szünidejét idén ilyen programokon, jelentette be Jászai Menyhért alpolgármester. Csak az étkezésért kell a szülőknek fizetni táboronként 10 000 forintot. Ha nyár, akkor nyári tábor, hiszen számos gyermek számára jelenti a vakáció alatti legizgalmasabb napokat a különböző turnusokban szervezett táborozási időszak. Nyíregyháza önkormányzata idén is közel 3000 gyermek számára biztosít kedvezményes részvételt különböző táborokban, mondta el Jászai Menyhért alpolgármester. Én úgy érzem, hogy Nyíregyháza város magasra tette a lécet, és igyekeztünk mindenféle nehézség ellenére, legyen az pandémia, vagy akár a rezsiválság, ezt a színvonalat tartani. Ez konkrétan azt jelenti ma Nyíregyházán 2023-ban, hogy a nyári napközös táborok és a szigligeti bentlakásos táborhoz a kettőhöz együttesen közel 90 millió forintot költségvetési támogatásra az önkormányzat. Ennek fejében a városban 1600-1800 gyerek tud részt venni ingyenesen, térítésmentesen napközis táborba. Itt a városban 6 helyszínen, 6 tartalmas programmal, és ugye Szédigeten pedig a nyár folyamán közel 1000 gyerek a bentakársas táborunkban. Tehát nagyon fontos az, hogy az átfedéseket nem számítom, ez közel 3000 gyereket érint. Az önkormányzati napközis táborokban való részvételért nem kell fizetni, mivel az a nyíregyházi lakosok számára térítésmentes, viszont a gyermekek napi háromszori étkezéséért igen, ami 10 000 forintba kerül turnusonként, tette hozzá Jászai Menyhért. Az alpolgármester hangsúlyozta, azok a diákok, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, a táborozás ideje alatt is jogosultak a kedvezményekre.
Nagyon fontos az, hogy akinek évközben részben vagy teljes mentessége van, tehát egyáltalán nem fizet étkezési térítési díjat, vagy csak 50%-ot, ezt a kedvezményt viszi magával a táborba. Ott se fog fizetni. Tehát ez nagyon fontos. Aki igényli, háromtó tábor esetében két útvonalon szállítást is biztosítunk, ezért a szállításért fizetni kell, egy turnusban 5000 forint, hogyha valaki buszosztatást igényel. Egyébként pedig egyénileg meg lehet közelíteni a táborokat. Tehát én azt gondolom, hogy Nyíregyháza jelentős önrészt és jelentős saját erőt investál be a táborokba, ahhoz, hogy a korábbi táboroknak a színvonala mind a létszáma megmaradjon, sőt, mindig igyekszünk újításokat bevezetni. Az idei esztendőben két vadonatúj táborozási lehetőséget indítottunk. Az egyik az élményközpontban Báthory utca, Deák Ferenc utca sarkány élménytábor, biológia, kémia, informatika. Ez a fókusz, aki oda megy, inkább a felső tagozatosok választják ezt a tábort, és a digitális központban pedig robotika és szintén informatika. Ugyancsak a Nyíregyházi önkormányzat támogatásával rendezik meg a NyírVV Nonprofit Kft. Üzemeltetésében lévő szigligeti gyermeküdülő nyári táborát, ahová június 18-a és augusztus 30-a között mintegy 1000 diákot várnak. A táborvezető azt mondta, a turnusokat úgy alakították ki, hogy a gyerekek a rossz időjárás esetén sem maradjanak programok nélkül. Első nap az érkezés, második nap akkor a Sárvár élményfürdő, következő nap a Tapolca Tavasbarlang, szerdán Sümeg Lomagi torna, és csütörtökön délelőtt Szigliget a vár és a Solymáz bemutató. Mint itt az elején említettem, hogy a Balatonnak a gyöngyszemének is nevezzék Szigligetet. Ez azért is kapta ezt az elnevezést, mert nincs vasútvonala. Tehát egy háborítatlan környezetben van, egy csodálatos várral, programokkal, és természetesen a Balatonpart, ami nagyon rendezett, és jó idő esetén természetesen minden délelőtt vagy délután van lehetőség a gyerekeknek fürdőzni. A táborvezető hozzátette, a nyári napközis táborok támogatásához szükséges papírokat a szervező pedagógusoknál az önkormányzati táborokra április 12-éig, a szigligeti gyermeküdülő esetében pedig április 17-éig lehet leadni. Győzelemmel zárta az alapszakaszt a Nyíregyházi bútor. A nyíregyházi kosarasok az NB1B zöld csoport 22. fordulójában Budapesten a Pénzügyőr Ese ellen nyertek 78-67-re. A csoport élén a Budafok végzett 20 győzelemmel és 2 verességgel. A 6 győzelemmel és 16 verességgel sereghajtó Nyíregyházi bútor a folytatásban a Bonyháddal vív 2 nyert meccsig tartó párharcot. A fővárosban zárta az alapszakaszt a nyíregyházi csapat, amely az első negyedben 10 pontos előny szerzett a Pénzügyőr otthonában. A második negyedet 13 ponttal nyert a házigazda, majd fordulás után is folytatódott a hullámvasutazás. A harmadik negyed ugyanis 13 ponttal a nyíregyházié lett. A záró 10 perc már kiegyenlített játékot hozott, így végül 11 pontos vendéggyőzelemmel zárult a találkozó. Végig tudtam és idegen mutatni valami minőség. Azért nagyon boldog vagyok, büszke vagyok a csapat is, hogy reagálta ez a meccs. Látszik, hogy ez a új játékos, aki jött, új amerikai igazolás, adta a csapat valami, amit egyik egész szezon hiányzott. Nem is ennyire látszik benne a statisztikát, csak én, mint a edző, én tudom, hogy van sok valami, amit nem is statisztika bent van. És ő adta most egy erő, egy stabilizás, egy több poszt tud játszani, így, hogy látszik, hogy teljesen más van a csapat, mikor most ő játszik. És ezt szeretném is mondani, hogy mi játszottunk 4 játékos nélkül, mert betegséges sérülét miatt. A csoport élén a Budafok végzett 20 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 17-5-ös mérleggel záró MEASZ Miskolcot. A nyíregyháziak 6 győzelem mellett 16 alkalommal szenvedtek vereséget. Mi Szavics Brán elmondta, több mérkőzésen is csak egy kevés plusz hiányzott a győzelmükhöz. Gondoltam, hogy ez a
ez a játékosok, aki NB2-be játszott, tudtak játszani ez. Így csináltam a terv. Szerintem jó augusztus óta, jó edzettünk is, és minden. Csak most már látom, hogy ez a csapat, amit hiányzik, csak egy pici rész, egy vagy kettő játékos, ami picit jobb minőség van, mint mostani játékos, és akkor őt tudtak adni valami plusz minőség, és nem volt vezér, főember, és akkor ez a játékosok tudok csak bekapcsolni jobban, és ez hiányzott ez a szezon, most már látom, tudod, mi eddig nem ismertünk ennyire ez a liga és másik csapat, hogy mennyi erős vannak. Most volt pár meccs, amit lehet nyerni is, csak nagy hullámok voltak, és végig rövid voltunk, így hogy csak egy pici rész hiányzott. Az első 8 csapat a felsőházban folytatja, az utolsó 4 együttes pedig a kiesés elkerüléséért játszik a továbbiakban. A Nyíkse Szegfűbútor a 9. helyezett atomerőmű KSE Bonyháddal játszik. A párharc 2 győztes meccsig tart. A továbbjutó már biztos benn maradó, a vesztesnek pedig lesz még egy esélye arra, hogy meghosszabbítsa tagságát az NB1-B zöld csoportban. Bejutott a női röplabda extraliga elődöntőjébe a Fátum Nyíregyháza, miután a negyeddöntő 5. mérkőzésén 3-1-re legyőzte a Kaposvárt. Tomás Varga együttese így 3-2-es összesítéssel lépett tovább. A Nyíregyháza a döntőbe jutásért a címvédő Vasas Óbudával vív, szintén az egyik fél 3 győzelmiig tartó párharcot. A másikágon a Békés Csaba a Szent Benedek röplabda akadémiával találkozik. Jelentős torlódást okoztak a körúton ma reggel karambolozó kis teherautók, egy furgon és egy puttonyos autó ütközött össze a László utcán. A városi tűzoltók áramtalanították a járműveket, személyi sérülés nem történt, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Lesz mit csinálni a húsvéti hosszú hétvégén a Vármegyében. Programkavalkáddal várják a látogatókat a Sóstói Múzeum faluban. Lesz kántálás, locsolkodás és zene is. Megnyílik Benedek Csaba újrahasznosítása paraszti kultúrában, valamint a Hímes Tojás Lészen 12 pár készen című kiállítás is. Sárga túró és kalács. A húsvét elmaradhatatlan ételei, amelyeket akár a Sóstói Múzeumfaluban is megkóstolhatnak majd az érdeklődők a 4 napos rendezvényen. Ennek egyik kiemelt eseménye lesz a korábban meghirdetett tojásdíszítő verseny eredmény hirdetése. 80 tojás érkezett a felhívásra, ezekből nyílik majd kiállítás a zsűri értékelése után. A legmesszebbről több mint 500 kilométerről a Gyimesből is érkezett pályamunka. A különleges kiállítás mellett a hagyományőrző programok sem maradnak el. A nagy péntek és a nagy szombat az viszonylag csendesebb, és még az igazi böjthöz kapcsolódik, és igazából vasárnap és a hétfő már hangosabb, de ez nem jelenti azt, hogy ebben a 2 napban, ebben a nagy pénteki nagy szombati időszakban nem érdemes kérni a múzeumfaluba. Olyan hagyományt őriznek egyébként ezáltal, külön, amelynek ugye nem csak egyházi vonulata van, azon nyugszik, de van egy nagyon erős néprajzi, néphagyományokat megőrző és átadó jellege. Én ezt tartom egyébként a legfontosabbnak a mai változó világban, hogy vannak olyan standardek és vannak olyan hagyományok, amelyek öröknek tűnnek, és örökök is maradnak. Csak az embereknek a mindennapjaiból így vagy úgy kikopnak, vagy megváltoznak. Ezért érdemes ezeket időről időre feleleveníteni. Ilyen kikopó félben lévő hagyomány például a kántálás. Kevesen tudják, de nem csak karácsonykor, húsvétkor is szokás volt ez a falvakban. Szatmár és Bereg községeiben volt jellegzetes ez a szokás. A kántálás, mint olyan, az egy énekes, bőségtermékenység varázsló szokás, aminek jellegzetessége, hogy nem változik az ének. Mindig ugyanazt az éneket éneklik. Ez körülbelül azt gondolom, hogy egy ilyen 100 évre visszamenőleg működőképes volt a szatmári falvakban. Legények összekapaszkodva járták a lányos házakat, nem csak a saját szeretőjükhöz mentek és a rokonokhoz, hanem illő volt minden lányt megkántálni a faluban. Mi azt jelentette, hogy akár a portán vagy a lakóház előtt megálltak, elénekelték a nótát, és ezért cserébe a lányok
párosával adták a hímeseket a legényeknek, amelyeknek a színe természetesen valamilyen természetes színezék által, de általában a piroshoz közelítő szín volt, vagy megírták, vagy csak hímes tojást kaptak, és ez volt tulajdonképpen az ajándék. Nem is mentek ki a házból, csak az ablakon keresztül adták át a hímes tojást. Vízbevető hétfőn, amikor locsolkodtak, akkor viszont nem járt a hímes tojás. A húsvéti hagyományok megidézése mellett egy különleges kiállítással is várják az érdeklődőket a múzeum faluba. A Szolnoki Damjanich János Múzeumban dolgozik egy nagyon aktív kollega, Benedek Csabának hívják, és ő nagyon különleges peremterületekkel foglalkozik. Az ő kezen nyomán és kutatáson nyomán született egy gyűjtemény, és íródott egy könyv, ami a paraszti praktikákat mutatja be. Főleg a férfi munkáknál van az, hogy egy férfinak nagyon leleményesnek kell lenni, hogy egy feladatot ellásson, mondjuk azt rotakapálni, vagy egy olyan szerszámot előállítani, ami a napi tevékenységét megkönnyíti. Na hát ezek a paraszti praktikák eszközökben is megtestesülnek, és vannak olyan mekkelek mesterek, akik ezeket gyártják. Talált ilyen embereket Szolnok megyében, és ebből a gyűjteményből hoz egy csokorra valót a múzeumfaluba, mutatja be tárlatán keresztül, hogy a paraszti leleményesség milyen fontos volt, és mennyire sok pénzt tudtak megsporolni azzal, hogy nem vásároltak egy újat, hanem átalakítottak egy régit. Ez a kiállítás május 10-ig lesz látható a Jármi kiállítóteremben. Húsvét vasárnap már 10 órakor kezdődnek a programok a Sóstói Múzeumfaluban az Aranyszalma Tánc Együttes műsorával, és délutánig nincs is megállás, sőt, hétfőn is hasonlóan színes kavalkád várja a látogatókat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Ideális volt a téli időjárás az ősszel elvetett kalászosok számára, éppen ezért jó termésre számítanak a gazdák. A termelők egy valami miatt aggódnak, hogy tudják-e hol tárolni terményeiket nyártól. Tavaly nagy mennyiségben érkezett ukrán gabona a vármegyébe, ezért tele vannak a raktárak, ami hátrányosan érinti a helyi gazdákat. Szerinte egyre sürgetőbb a kormány közbenjárása az ügyben. Programkavalkáddal várják a látogatókat a Sóstói Múzeumfaluban. Lesz kántálás, locsolkodás és zene is. Megnyílik Benedek Csaba újrahasznosítása paraszti kultúrában, valamint a Hímes tojás lészen 12 pár készen című kiállítás is. Jelentős torlódást okozott a körúton ma reggel karambolozó kis teherautó, egy furgon és egy puttonyos autó ütközött össze a László utcán. A városi tűzoltók áramtalanították a járműveket, személyi sérülés nem történt, a baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Április 5-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd, számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra. Szerda este enyhül a szél, néhol beborul az ég, a hőmérséklet 0 és 2 fok között alakul. Csütörtökön délelőtt marad a borult idő, néhol előfordulhat eső is. A hőmérő higanyszála 5 fokig emelkedhet. Hasonlóan alakul a hőmérséklet a hét további részében is, az előrejelzések szerint pénteken is várható csapadék.